Sziasztok! Gábor vagyok, a házipék. Tartsatok velem, és üssünk közösen! Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Örülök, hogy velem tartatok ebbe az újabb recept videóba. Egy hónap van húsvétig, úgyhogy már lehet mondani, hogy rohamosan közeleg, ezért ebben a hónapban egy pár kalácsreceptet fogok bemutatni. További kalácsreceptekért a húsvéti lejátszás listát fölül meg tudjátok nyitni a képernyőnek a tetején. Ebben a receptben most egy csíkos kalácsot hozok el nektek, amit vaníliás és kakaós tésztából fogok készíteni. Nagyon szuper lesz. Ehhez a tésztához fogok készíteni egy tangszongot. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy pontosan mi az a tangszong, már most a harmadik tangszongos videóban nem fogom elmondani, de meg tudjátok nézni a Vizes Zsemlének videójában, mert annak a videónak az elején a tangszongról beszélek. Most ezt a tangszongot teljesen fogom elkészíteni, mivel a kalácsnak a dagasztó folyadéka tej lesz, ezért a tangszonghoz is tejet fogok felhasználni. Tehát igazából mutatom nektek az összetevőket, a tej. Azt már bele is rakom a kis lábosba, és el is kezdem melegíteni. A tejet nem szabad teljesen fölforralni, hanem amikor már forrás közeli állapotban van, akkor majd vissza fogom venni a főzőlapnak a teljesítményét, körülbelül fele fokozatra, mert igazából majd ezt az egyveleget nem nagyon kell forralni, hanem inkább összemelegíteni. A tejhez fog menni a finom liszt, tehát a tejnek és a lisztnek az összefőzéséből fogom ezt az egyveleget kapni, illetve most a kalács egyik fő ízesítő eleme a vanília lesz, ezért egy vanília rudat én még most ehhez a tangszong keverékhez hozzá fogok főzni. Hogyha esetleg nincsen lehetőségetek vanília rudat használni, akkor beletehettek egy csomag vaníliás cukrot, arra kell figyelni, hogy ez esetben viszont a kalácshoz, a dagasztáshoz hozzáadandó cukorból egy 5 g-nyi mennyiséget vegyetek el, tehát annyival kevesebbet készítsetek. A tejem forrás közeli állapotba került, ezért vissza is veszem a főzőlapomnak a teljesítményét. A vanília rudat belerakom, igaz, azt már az elején is belerakhattam volna. Egy picit elkeverem, és akkor így folyamatos keverés mellett adagolom hozzá a lisztet. Annyit elmondanék, hogy a vanília rudat természetesen ketté vágtam, és a magjait kikapartam. Most még a szárakat is hozzáadtam, még egyszer félbevágva, tehát igazából negyedbe, de azokat majd ki fogom belőle húzkodni a hűtés után. És akkor igazából ezt most így egy 2-3 percen át teljesen csomómentesre keverem, és egy 2-3 percen át melegítem. Van, tehát el is telt a 2-3 perc, félre is húzom a tűzhelyről, lekapcsolom a tűzhelyet, illetve hát a főzőlapot. És ahogy látjátok, egy ilyen jó kis pudingállagot készítettem neki. Valójában lehet rá mondani, hogy ez egy tojás és cukormentes puding egyelőre. Így lesz ez majd a dagasztáshoz adva, de természetesen előtte szobahőmérsékletre kell hűteni. Annyi a lényeg, hogy egy fóliával vagy esetleg a fedőjével az erényt érdemes letakarni. Most a vaníliás teljes tangszong keverék kihűlt, a fóliát már eltávolítottam róla, illetve kihúztam belőle a vanília rudakat, de ezek a szálak már nem maradjanak benn, ahogy látjátok eléggé besűrűsödött. Ezt most hozzá is lehet adni a finom liszthez, mert természetesen ehhez is finom lisztet fogunk használni. Finom pékárokhoz, kalácsokhoz finom liszt. Benne van, és a tangszong keverék benne van, akkor hozzá lehet adni a többi összetevőt, és a következő sorrendben mehet bele a só, mehet hozzá a cukor, és ahogy említettem, hogyha vaníliás cukrot használtatok egy tasakkal, akkor a cukorból 5 g-mal kevesebbet mérjetek ki. Mehet hozzá a tojás, a szobahőmérsékletű tejbe, belemorzsoltam az élesztőt, egy csipet cukrot adtam a már előre kimért cukorból hozzá,
feloldottam az élesztőt, felfuttattam, egy picit elkeverem, hogy ne tapadjon az edénynek a falához, így hozzáadom a dagasztáshoz. Mivel kalástésztát készítünk, az összes alapanyag célszerű, hogyha szobahőmérsékletű. Következő alapanyag a vaj, vagy a két mennyiségben használható margarint is. A vajat csak akkor adjuk hozzá, hogyha megkaptunk egy öntetű tésztaállagot. Tehát összerakom a gépet, azt elfelejtettem most a videó előtt. És indulhat is a dagasztás. Rendben, ahogy megszokhattátok a keltésztáknál, a receptjeimnél, amikor összeállt az egyöntetű tésztaállag, hozzá lehet adni a zsíradékot, azaz jelen esetben a vajat vagy a margarint, és készre lehet közbe dagasztani. A gép nagyon szépen kidagasztotta a tésztát, kézidagasztás esetén is már elkezd megszűnni a ragacsossága, elválik a kéztől, itt is nagyjából elvált az edény falától, egy nagyon picit esetleg ragad, de ez annak köszönhető, hogy most mivel ez formába fog menni, egy lágyabb állagú tésztát dagasztottam, ahogy látjátok. Hát igazából közepesen lágy, megszokottan közepesen lágy tésztáimtól, egy picit talán lágyabb. Nos, ezt a tésztát el fogom felezni, mivel kakaós kalás lesz, azért a fele kakaós tésztából lesz. Tehát 350-380 g lesz a fele. A fele tésztát, amit így világosan hagyunk, azt már bele is lehet tenni egy tálba, amit a tetejével lezárunk. Így fogjuk pihentetni, érlelni a tésztát. Fontos, hogy a levegő útja el legyen zárva, hogy ne tudjon lebőrösödni a tészta, a vincset áll meg fedele, esetleg egy folpakot rá lehet húzni. A többi tésztát visszarakom a dagasztótába, hozzáadom a kakaóport és a cukrot. Teszek hozzá egy kort tejet, hogy könnyebben felvegye a kakaóport, az is még egy picit keményít a tésztán. De igazából nagyjából a kakaósból is ugyanezt az állagú tésztát kell majd kihozzuk. És addig keverem, amíg a kakaópor teljesen el nem keveredik a tésztában. Most elkészült a kakaós tészta is, nagyon szépen kiragasztotta a gép. Utólag még egy kevés tejet adtam hozzá, hogy könnyebben felvegye a kakaót, meg hogy az állaga is a másikhoz hasonló legyen. A cukrot is fontos hozzáadni, mert a kakaó keseríti a tésztát, ezt azzal a kevés cukorral, amit hozzáadtunk, egyensúlyozzuk. Nos, ezt a tésztát is elteszem egy másik olajjal vékonyan kikelt tálba, lezárom, így fogom a tésztákat mostantól számítva 30 percen át érlelni, pihentetni. A tészták 30 percet pihentek, eljött az ideje, hogy elkészítsük a kalácsot, nem lesz túl bonyolult, be is mutatnám. Tehát kezdem először a világos tésztával. Egy picit lehet neki egy ilyen téglalapos formát csinálni, és így fogom kinyújtani. Lisztet szórok alá, hogy ne nagyon tapadjon oda az asztalhoz. Nagyon pici lisztet tetejére is, hogy a fához se ragadjon. És akkor a sarkok fele indulva megpróbáljuk négyzetes alakba kinyújtani. Könnyen nyújtható a tészta, mivel nem túl fogós. Rendben van, ezzel így meg is vagyok. Nagyjából hozzá lehet mérni a formát, ebben a sütőformában fogom sütni, attól egy kevéssel lehet akár hosszabb, mert a tészta még fog összeugrani. És ebben az irányba lesz feltekerve, tehát így minél szélesebbre nyújtjuk, annál több sodrat lesz, viszont annál vékonyabbak lesznek benne a sodratok. És ugyanígy a másik kakaós tésztát is ki fogom nyújtani. Ha a két tésztát nagyjából egyező méretre kinyújtottuk, akkor össze is lehet őket illeszteni.
Tehát a világos tésztára fogom rakni a kakaósat, egy nagyon picit esetleg vékonyan meg lehet vízzel spriccelni, hogy jobb legyen a tapadás, mivel ennek az alsó felülete egy picit lisztes. És így szépen összeillesszük őket. Rendben van. Innen eltakarítom a lisztet, arra a továbbiakban már nem lesz szükség. Ezt a tésztát így áthúzom ide középre. Nagyon csöppet még így nyújtok rá, de tényleg csak egy picit, hogy összedolgozzam a kettő tésztát. Hogyha így megvan, akkor nem kötelező elem, de én mazsolát áztattam rumba. Ezzel egy picit megszórom, hogy legyen egy kis finom rumos mazsolás íze is neki, de aki nem szereti a mazsolát, természetesen ezt elhagyhatja. Rendben van, ha megvan a mazsola, akkor ismét egy picit le lehet friccelni a tésztát, legyen egy kis tapadása, és föl lehet tekerni ugyanúgy, mint egy kakaós csigát. Tehát az aljától kezdem, behajtom, és innentől kezdve sodrom fölfele, mindig figyelve, hogy a szélek nekifele menjenek, hanem befele inkább, hogy végig egy csíkba legyen a dolog. Nem kell feszesen tekerni, éppen hogy csak finoman görgetni, a végén pedig a vízzel megspriccelt tésztát rátapasztom. Majd, hogyha megvan, akkor mehet bele a sütőformába, amit én formaleválasztó sprével kifújtam, de természetesen ki lehet kenni zsíradékkal, zsírral, vajjal, margarinnal, de akár sütőpapíron is ki lehet bélelni. Az elrakáshoz még hozzátenni, amikor a formába behelyezzük, arra mindenképpen ügyeljünk, hogy az összezáródó rész, a slusz, minden esetben alulra középre kerüljön. Hogyha ez így megvan, akkor lekenem ezt a kalácsot egy felvert tojással, amit majd később még a sütés előtt meg fogok ismételni. Így szép fényes felületet fogunk kapni a kisütés után. Tehát, hogyha ez így megvan, akkor mehet is a kalács kelni. Szobahőmérsékleten 60 perc alatt, tehát kerek egy óra alatt gyönyörűen megkelte a kalács. Természetesen ez időjárástól, hőmérséklettől, illetve tésztállaktól függően lehet eltérő, de úgy határolom, hogy olyan 50 és 70 perc közt mindenkinél meg kell a kalács. Természetesen ez az idő irányadó, és az első alkalom akkor, mikor készítitek, illetve nagyobb időjárás változáskor érdemes a tésztának a kelését nyomon követni. Nézzétek meg, csodálatosan megkelt, szépen kitöltötte a formát, fel is készült rá, hogy mehessen a sütőbe, viszont még egy elem van, újra átkenem a tojással, hogy szép fényes csillogó felülete legyen, amikor kisül. Rendben van, nincs más hátra, megy a sütőbe, a sütés után jelentkezem. Elkészült a kalács, de megszokottam, mielőtt bemutatnám, azelőtt elmondanám, hogy hogyan sült. Nagyon egyszerű a sütése, 170 Celsius fokra előmelegített sütő, alsó-felső sütési mód, 35 percig sütöttem itt, majd a sütőmet átkapcsoltam csak alsó sütési módba, és úgy sütöttem még utána 8 percen át, ugyanúgy 170 fokon, hogyha esetleg már 35 perc után megkap egy szép színt a kalács, de nincsen csak alsó sütési mód a sütőtökbe, olyan beállítási lehetőség, akkor egy alufóliát boríthattok a tetejére, és úgyse fog nagyon megpirulni a tetejére az utolsó 8 percbe. Tehát így összesen én 43 percig sütöttem, a sütési időt ilyen 40-45 perc közé tenném, hogy az a mindenkinek ki fog sülni, és akkor nézzétek is, hogy hogyan néz ki. Itt az aljából sajnos egy darabot kikapott a forma, mert beleragadt ezen a ponton, de igazából felszelve nem fog látszani. Hogyha a szélén egy ilyen vékony kis repedést fogtok ti is tapasztalni, az véget nem kell, hogy fájjon a fejetek, mert ennél a kalásnál teljesen normális, mivel a vékony rétegek vannak egymásra dolgozva, ezek a vékony rétegek könnyen megszakadnak, de igazából az a lényeg, hogy szeletelve milyen képet fogunk kapni, amit most be is mutatok nektek. Tehát lássuk felszerve, hogy milyen lesz.
Tehát én szerintem csodálatos ez a bejezetként, nagyon szépen sikerült ez a kalács. Remélem, hogy nektek is tetszik, hogy meg vagytok elégedve. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek szépen titeket nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel ide a csatornára, hogy a további receptekről is idejőben értesüljetek egyből, ahogy a receptek kikerülnek. Facebookon és Instagramon elérhető vagyok Gábor Házi Pék hivatalos néven, illetve a gáborházipék.hu weboldalamat felkeresve mindig az aktuális információkat megtaláljátok. Jövő héten jelentkezem az újabb videóval, addig is minden jót kívánok, sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.